Neki a helyére. Start, elindult a verseny, Csatadának sikerült egy kicsit gyengébben az indítás, a mezőny végén találja magát, Rassam kezd jól, viszont jól indul egyelőre, Yaris ott van a frontban, a favorit Rayskio mellett, aztán Donna Prin és Platino további sorrend, majd következik Sasfiók és Momentó, aki nem nagyon tud csatlakozni, az Csatada a gyenge startja után tovább nő a hátránya, most már a fronttal szemben, elhagyta most már a mezőny az üggető átjárót, és az éle most már Rayskio, valamint Donna Prima, Yaris folyamatosan csúszik visszafelé, jön a helyére Platino, aztán Sasfiók és Rush, valamint Momentó a sorrend, Csatadának tovább is nehéz a helyzete. Az utolsó 1000 méterre most már belül Donna Prima gyorsít, és megpróbálja átvenni a vezetést Rayskiótól, Platino nagyon közeli harmadik mögöttük, aztán jó 5-6 hosszal leszakadva következik Rush, valamint Sasfiók kettőse. Jön most már az utolsó 5-600 méter, és Donna Prima egyelőre vezet, ő támadja majd talán a két favorit, Rayskio egy meglepetése csúszik visszafelé, Platino egyelőre erősebbnek tűnik. Donna Prima, Platino és Rayskio a sorrend az utolsó 400 méter kezdetén, a többiek egyelőre nem nagyon tudnak feljebb zárkózni, amikor jön most már a finish, Sasfiók van még viszonylag közel a vezető hármashoz. Donna Primát majd Platino fogja megtámadni a világ végéről, aki elindul az Csatada, talán még a dobogó meg lehet számára, Donna Prima pedig lehet, hogy az összes támadás ki fogja védeni. Donna Prima távolodik Platinótól, aki nem tud újítani. Jön rá Sasfiók, jön Csatada, a Rayskio visszatámad, de Donna Prima haza fog érni ebben a versenyben. Donna Prima lesz a nyerő, mögé jön Sasfiók a második helyre, Platinót még Csatada szorongatja. Donna Prima, Sasfiók, Platino, Csatadal és Rayskio. Mit is mondtunk Donna Primára, hogy hát talán segít neki az új lovas? Hát segített. Bizony. Ja, meglepetés tipp az most egészen jól sült el. De azért tegod őszintén, hát ezért mondom, hogy ilyen könnyen ér haza. Igen. Hát mondom, ha a placon van, akkor mondom, hogy egy egészen jó tipp volt. Megveri. És a 5. osztályban 1006-ra semmi, rövidebbre sem. Volt azért sok. Egy jó futása már, csak ugye nem az utolsó verseny. Na, gratulálunk! És hát a nagy favorit Rayskio még placon sincs. Így van, a végerő teljesen megáll. És hát nem sok okom, hogy Platino se legyen ott, mert a világ végéről megérkezik Csatadal, jön Sasfiók, és kis hiány mind a ketten leverik. Végül ugye csak Platino megőrzi nagy nehezen a harmadik helyét. Igen. Kis Kozmával. Figyelem, befutási sorrend. Na hát 8-as, a második és harmadik helyre célfotó. Ismétlem, 8-as, a második és harmadik helyre célfotó. Majd ne legyen, nagyon magabiztos már a győzelem. Sasfiók, Platino. Csatadal lesz a sorrend mögötte, 8-6-3, mondanak ugyanett célfotót. Rayskio csak az 5. Ez az igazán nagy meglepetés. Hát nem is nyeri meg a versenyt, azt gondolom mindenki arra számíthat, hogy ő azért